Most így közösen nyithatjuk meg a strandkönyvtárat, hiszen ez az első nap, és egyébként naponta 10 órától este 5 óráig tart nyitva a strandkönyvtár. Itt áll mellettem a könyvtár, a városi könyvtár Igazgató asszonya, papnébeke Judit Csókolom. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, és együtt indíthatjuk el ezt a szolgáltatást, amely ebben az esztendőben már a tizedik. Mennyire népszerű, mennyien jönnek, mik az elmúlt évek tapasztalatai? Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket. Nagyon, nagyon népszerű a strandkönyvtárunk, tizedik éve vagyunk itt a strandon, ehelyütt, ahol most éppen állunk. A könyveink száma, amelyet ide lehozunk, az közel 500 darab. Elsősorban szép irodalmi könyveket hozunk le, és a gyerekekre gondolva természetesen a meséket, az ifjúsági irodalmat. Nagyon népszerűek az újságjaink, 50 féle újságot szállítunk le minden nap ide a könyvtárba. A legfrissebb napilapik... Napilapokat, folyóiratokat, heti lapokat és a havi lapokat is, amelyek szinte azonnal elkelnek, természetesen nem ilyen időben, hanem olyankor, amikor strandi idő van, itt a könyvtár, strandkönyvtárban. Körülbelül átlagban naponta 100-150-en látogatnak itt meg bennünket, addig, amíg az anyakönyvtárban meleg van, és, és nem biztos, hogy ránk nyitnák az ajtót, ide nagyon szívesen jönnek, a gyerekek leheverednek a fűre vagy a babzsákfotelekre, fotelekre, a kis asztalainkhoz ülnek és rajzolgatnak, rejtvényt fejtenek, mert idén egy kis animációs feladatokkal is készültünk, rejtvényekkel is a gyerekeknek. Gyerekeknek is, és a szülőknek is, ahogyan itt kolléga nőitől megtudtam. Amíg készültünk a bejelentkezésre, megnéztem a könyveket is. Talán úgy lehet összefoglalni, hogy a népszerű szerzők többsége itt van a strandkönyvtárban. Így van, pontosan. Azokat a szépirodalmi könyveket próbáltuk elsősorban elhozni, amelyeket a felnőtt könyvtárunkban is szívesen visznek ki az olvasók, illetve azokat a könyveket, amit, hogyha a fűben leheveredve, törölközőre, a vízből kijöve szívesebben olvasunk. Tehát inkább a könnyedebb olvasmányokat. És hát természetesen a gyerekeknek pedig ezeket a kis lepolelókat, -lepole -lepole az ifjúsági irodalmat és a kis színezőket, ami, amit szeretnek, amit szívesen vesznek ki akár vendégek, akár az olvasóink. Akkor jó időt, sok látogatót és olvasót kívánok önöknek erre a nyárra is. A Keszthelyiek pontosan tudják, akik pedig ide érkeznek, most már nyilván értesültek róla. Augusztus 19-ig várja a Városi Strandon a Strandkönyvtára látogatókat.